Hello, hello, sziasztok, páran adorosztok, és ebben a videóban a Shattered Planet nevezető játékot fogjuk kipróbálni. Ez a játék egy körökre osztott stratégiai per felfedezős játék, aminek RPG jellemei is vannak, illetőleg egy kis sztoria is. Vicces, humoros, egy-két dolgot leszámítva egyébként teljesen rendben van, a grafikája szerintem tök jó, a zenéje érdekes. Én azt mondanám, hogy rendben van. A problémát azt meg is mutatom itt egyébként. Itt a settingsbe belementek, itt egy exit game. A settingsbe. Minek? Na mindegy, ettől eltekintve, játszottam a játékkal egy kicsit, viszont nincs több mentésre lehetőség. Hogy láthatjátok, ez a hajónk. Úgyhogy így fogom megmutogatni. Itt tudtok fejleszteni, ennél a helynél, amit majd később kinyílnak még több helyek egyébként. Itt tudtok petet szerezni. Itt tudjátok váltani a karaktereiteket, mindegyiknek megvan a maga bónusza, és tudjátok fejleszteni őket. És itt vannak a cuccaitok. És... hogyha valamelyik nem kell, akkor ki tudjátok dobni, vagy felvenni. Ugye nagyon-nagyon sok humoros dolog van benne, mint például az összecsavart newspaper, ugye az újság. Egy bucket, amit a fejedre húzhatsz, tehát egy vödör. Illetőleg itt van például ez. Az Imperial Soldier Helmet, ami ugye a Star Wars-os utalás. És itt van, hogy End Low Accuracy-t ad. Tehát, hogy mivel ugye a filmben szinte egyáltalán nem találták el a főszereplőket. Itt tudjátok megcsinálni a tárgyakat ebből a Crystalból, és van a Scrap Metal. A Scrap Metalból tudtok fejleszteni, a Crystalból pedig ugye cuccokat vásárolni, illetőleg készíteni. Itt láthattok egy ilyen DNA logot, itt mindenféle szörny, meg minden benne van, ami itt a játék tartalmaz. Ezeket érdemes felfedezni, hiszen ettől upgrade-elődik a hajód. Itt bal alul láthatjátok a settings-et, bal fölül a HP-tokat, illetőleg a plusz effekteket, amik vannak, jobb alul a tárgyaitokat, és középen is itt vannak az értékeitek, ezt fel lehet csúsztatni, mettől meddig seveztek, blablabla. Nos, nézzük. Van egy daily challenge, van egy explorer mode, ami random generált. Itt a the data log, ez hard, very hard és crazy hard nevezetű dolgok vannak. Ezeket nem próbáltam még, én itt játszogattam, úgyhogy nézzünk is meg egy darab játékot. Incoming message. Let's explore this planet to bits. Well, I guess it's already in bits. Szóval, körökre osztott. Tehát, hogyha látjátok, most így el van engedve a kezem, semmi nem történik. Bal klikkel rá, sebezhetünk. Jó. Ja. Ja, hogy ez minket is sebez? Aha. Az elektromos zóna minket is fog sebezni. Ez egy kicsit negatív, mondjuk. Jó. És ahogy láthatjátok, ha megöljük a mobokat, lootot kapunk érte. Meg mindenféle cuccokat. Illetőleg, ami még érdekes a játékban... Ez így nem jó, hogy folyamatosan áramoz. Na, gyorsan összekapjuk. Ami még érdekes a játékban az az, hogy terjed ez a fertő cuccit. És hogyha nem siettek, akkor ez elterjed, mobokat dobál ki magából, erre erősebbeket. Úgyhogy előbb-utóbb így is meghaltok. Úgyhogy érdemes minél gyorsabban haladni. Illetőleg a játék célja alapvetően az, hogy felfedezzük a planétát, tehát hogy minél jobban felfedezzetek egy adott dolgot. Ez így nem jó, ez a kalapácsnak nem tetszik, mert nem tudok ugyanoda lépni, ugye, mert ott hagy egy ilyen alvi mezőt. És így a lootokat nem tudom felkapni. Itt egy bolt, ami a játék közbeni bolt. Lehet vele szórakozni, én egyelőre nem nagyon vásárolgattam semmit, ugye én mindig váltál. Jó, igen, le lehet ugrani itt. Tehát olyan, mint egy kalandjáték egyébként, le lehet ugrani és 75 HP-t veszít, ezt nem tudom mi történik, én sose próbáltam, mert minek ugorjak le. Teljesen fölöslegesnek tűnt. Vannak ezek a kis különböző színű üvegcsék. Különböző üvegcsék, ezek különböző hatást adnak természetesen, de nincsen rájuk írva, hogy melyik. Tehát ezt meg kell jegyezni. Úgyhogy én már egy csomószor felgyújtottam magamat, úgyhogy nem nagyon lehet megegyezni, legalábbis így egyelőre. Itt láthatjátok a dolgokat, hány métert volt az egész terület, és hány négyzetmétert fedeztetek föl ebből. Ugye érdemes mindig a maximumot. Ezek az ellenfelek nem támadnak, vannak nem támadó ellenfelek is.
De hogyha megtámadod őket, akkor itt csapatba rád jönnek, szóval érdemes... Érdemes nem baszakodni velük. Persze, azért meg kell ölögetni egyet-egyet. Már csak azért is, hogy meglegyen a database-be. Ha megöltök ellenfeleket, ha kilootoltok tárgyakat, ha új környezetet fedeztek föl, mind-mind plusz-plusz pontot ér. Ugye is érdemes ezt a plusz pontot megcsinálni, hiszen ebből áll a játék, ettől fejlődsz igazán. Azt hiszem... Igen. Igen, ez HP-t ad, jó. Fedezzük még fel. Mondom, kalandjáték szerint egy csomó döntés van. Ugye az egész terület random generált. És ugye kiszámolja, például itt van The Source. As you get closer to the rock, your head hurts waves of pain radiating rhythmically. És akkor van két opció, hogy szétszúzzuk, vagy megérintjük. Szerintem szúzzuk szét, itt kiszámolja ugye, mint a dobókockával dobnánk. Success, királyság. Igen, és összezúztuk. Tehát, hogy vannak ilyen eldugott cuccok, egyébként bal felül találjátok a mappot is, ezt elég nehéz észrevenni elsőnek. De ott van bal felül. Nem akarok leugrani. Tehát a karakternek suicide hajlama van, mindig megkérdezi, le akarsz ugrani. Közben látjátok azt a lilás cuccot ott... hát ott sajnos ott terjed a creep, vagy akármi. Something I wish I were able to join you, braving the wild alone, but not often. És ugye ez random generált, teljes mértékben az egész random. Na, azokat meg fognak halni elég. Oh, na és akkor látjátok, hogyha felfedezünk új embereket, új egységeket, új fegyókat, új mappokat, új bármit, akkor kapjátok ezt. És hogyha eleget fedeztek föl, akkor kaptok ilyen research levelt. És most level 4-ek vagyunk, megkaptuk a robotot. A robot egységet. Hát ha az valami durva dolgot tud csinálni. Lehet nem a legjobb várni itt. Ezt a baltát még felkapjuk. Fut, 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 fut. Szóval a játék alapvetően egy körökre osztott... játék. Golden Battle. Ez mit csinálhat olyan? Franc se tudja. Blue Battle. Tudtok ilyen Mysterious chesteket venni. The game seems to posing a mert... Igen. Dance? Na jó, próbáljunk meg dance-elni. Ez volt a jó döntés, úgy tűnik. Szóval látjátok, olyasmi ez az egész, mint egy kalandjáték. Egy kalandjáték körökre osztott stratégiai elemekkel, illetőleg egészen jó kis grafikával, szerintem. Érdekes az egész blokkos felép... Ó, basszus, ott már ömlenek ki ezek a korrupted szarok. Ha nagyon úgy érzitek, hogy vége, és már el kell menni innen, akkor megtehetitek természetesen. Tök jó, mert a környezet pusztítható amúgy. 8 HP-nk maradt. Mi gyorsan felfedezzük a dolgokat. Halálkor minden tárgyatokat elveszítitek. Viszont a scrapet, ami rajtatok van, ami az inventoritokban van, minden elveszik, viszont a scrap, illetőleg a crystal, az nem. Tehát érdemes ezeket begyűjteni minél hamarabb. Ó, basszus. Ez nem az. Na, jó, saját magunkat ki lightningoltuk. És akkor, ugye, hogyha... Attól függően, hogy milyen döntéseket hozol, attól függően kapsz ilyen rangokat, tehát itt Here lies exuberant newbie Baron Galeros, also known as this destroyer. Na, tudok beszélni. As the destroyer. Ezt nehéz kimondani gyorsan. Szóval, hogy megkaptuk a destroyer rangot, szóval... Ja, ez ilyen plusz kis hülyeség. Nézzük meg még, hogy mit tud a robot.
Robot, 70% scrap and discount. Open lock doors. Hát ez nem olyan nagy kunc szerintem. Jó. Oké, itt be tudjátok állítani gyorsan a karakter kinézeteteket, át tudjátok formálni a dolgokat, tehát elég sok mindenre van lehetőség, például ez a tűzkard az egészen jó. Sajnos lőfegyverekből elég kevés van. Itt még gyorsan megmutatom, hogy ilyen a trénelés. Szóval mondjuk mit tudom én, adunk az erőre. És akkor ott ad egy kicsit az erőre. Illetőleg ilyen a gyártási folyamat. Gyártatok egy tárgyat. Itt van Gladius. Hogyha megvan ez a tárgy, akkor cseppe rakja az inventory-t. Viszont ha új tárgyról van szó, akkor azt nem tudom megmutatni, akkor ad kristályt, 5-öt, és így kijön egy ilyen képernyő, hogy mit ad meg, hogy mit kell róla tudni. Úgyhogy szerintem lépjünk is ki a fő menüben. Jaj, csak exit game van, tényleg. Nincsen main menu, ilyesmi. Szóval, akkor itt fogok beszélni. A játék alapvetően, ez a Shattered Planet egy stratégiai elemekre épülő, körökre osztott RPG-szerű felfedezős játék, amiben ugye folyamatosan, konstantan fejlesztetted a karakteredet, roguelike, tehát hogyha meghaltok, akkor mindennek vége is kezdhetitek előről. Csak kizárólag, ami megmarad, az az upgrade, illetőleg maga a nyersanyag, ugye a scrap metal és a crystal. Ez a két dolog marad meg, azon kívül minden más elveszik, illetőleg a database, amit felfedeztetek, területeket, ellenfeleket, eventeket, ilyen kis küldiket, ezekből egy vagy kettőt fedeztem fel. Meg lehet etetni őket, meg magad mellé állítani. Itt vannak a companionok, két darab companionunk van, azt hiszem. Igen. Azok ilyen, ugyanazok a mobokat magad mellé tudod állítani. Vannak fegyverek, jó sok belőle egyébként, ezek csak a közelharciak szerintem. Igen. Itt vannak a tehát a páncélzatok, azokban is jó sok van. Itt vannak a megeszegetős valamilyen effekteket adó használati tárgyak, illetőleg a fegyverek, lőfegyverek. Szóval a játék alapvetően nagyon-nagyon jól néz ki, szerintem koherens magával a játékmenettel. 15 euró vagy 15 dollárba kerül, szerintem ezt az árat megéri, viszont én leértékelve vettem meg, ez azt jelenti, hogy nem is tudom, nekem azt hiszem olyan 6 euró volt, és úgy viszont abszolút megértett, de szerintem 15 eurót is megér. Nem tudom egyelőre mekkora játékmenettel bír, viszont az, hogy random generált, és egyre nehezebb és nehezebbek a szintek, ahogy előre és előre haladsz. Egyre több és újabb ellenfelek vannak. Szerintem jó sok időt vesz igénybe, mire ezt a játékot úgy Isten igazából kiviszi az ember. Illetőleg van egy kis története, tényleg minimális, viszont az is van. A zene, főleg a main menübe hallható zene az nagyon jó. Így a játékbeli effekt hangok is rendben vannak. Szerintem az egész koherens rendben össze van rakva, tehát szépen össze van rakva. Nem arról van szó, hogy össze van csapva a dolog. Nem tudom még, hogy a felsőbb szinteken ez milyen lesz, de szerintem mivel random generált dolog van, tehát valamilyen kis program van mögötte, ami generálja, így gondolom azok is ugyanilyen rendben vannak meggenerálva, megcsinálva vagy megszerkesztve. Ennyit tudok mondani nagyjából a játékról, én mindenkinek ajánlom. Legalább az, hogy ugye a videót megnézte, legalább az, hogyha érdekel valamit, tegyetek fel valami kérdést, mert annyit megér a játék, hogy legalább érdeklődést mutassatok felé. Ezt azért mondom, mert szerintem a játék maga élvezetes. Ha szeretitek ezeket a körökre osztott kicsi stratégiai jellegű dolgokat, akkor ez abszolút rendben lesz. Ha szeretitek a felfedezést, a random generált dolgokat, a roguelike dolgokat, akkor ez tökéletes lesz nektek. Én élek-halok az ilyen típusú játékokért egyébként, úgyhogy engem megnyert, hát attól függ, kinek mi jön be, ugye bár. Úgyhogy én Baron Galderas voltam, vagyok, és leszek még egy remélhetően egy csomó ideig. Remélem tetszett a játék, hogyha igen, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Hogyha pedig bármi kérdésetek volna, vagy szeretnétek még több ilyet látni, akkor komment formájában jelezzétek nekem, és akkor sort kerítünk rá. Köszönöm szépen, hogy néztetek még egyszer. Sziasztok!